Egy olyan kiállítás megnyitására kerül sor, ami a múzeum történetében még nem volt, és gondolom, hogy sok múzeum történetében nem volt, a családkutatással és a családfa kutatással foglalkozó kiállítást fogjuk megnyitni. Minden tudnivalót a kiállításról az utána szólók részletesen el fognak mondani, úgyhogy nem is szaporítom a szót, hanem egyrészt szeretném bemutatni a mellettem álló dr. Fülöp Tamást, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosát és egyben igazgató helyettesét is, aki volt olyan kedves, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ezt a kiállítást most ő fogja megnyitni, úgyhogy tisztelettel megkérem Tamás, hogy is a kiállításra. Köszönöm szépen igazgató úrnak, hogy milyen kötődés. Ja, korábban a Jászlókun Szolnok megyei levéltár igazgatója voltam, úgyhogy továbbra is feladatomnak és tisztemnek tekintem azt, hogy minden helyi kezdeményezést segítendő és támogatandó az ilyen felkéréseknek nagyon nagy örömmel és tisztelettel teszek eleget. És hát nyilván a közgyűjtemények kapcsolata is nagyon fontos számukra, hiszen a múzeumok, a levéltárak hasonló célokért küzdenek és egyben segítik azokat, akik hozzájuk fordulnak, legyen az családkutatás, vagy legyen az bármi, ami a helyi múlt, a helyi értékek megőrzésével kapcsolatos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen kiállítás az ezt a fajta kapcsolatot tudja szimbolizálni, erősíteni. Ilyen szempontból pedig a jelenlétem nem is lehetett kérdéses. Engedjék meg, hogy néhány gondolatban megosszam önökkel azokat az elképzeléseimet, azokat a céljaimat, gondolataimat, ami egy-egy ilyen kiállítás megnyitó, illetve egy-egy ilyen anyag láttán az emberben fölmerülhetnek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Régi közmondásunk szerint gyökértelen fának nem nő koronája. A magyar nyelv csodálatos szimbolikája a társadalom legalapvetőbb és legősibb szervezeti egységével, a családdal kapcsolatban előszeretettel alkalmazza a növények a fák analógiáját. Nem esett messze az alma a fájától például. Nem véletlen van ez így, hiszen a családnak, így a családfa készítésének is szimbolikus jelentése van. Egy olyan organizmusról beszélünk, amelynek gyökerei, ágai, hajtásai, levelei, virágai vannak, amit a családkutatók maguk is gyakran fa formájában ábrázolnak. Amikor személyes múltú családunk története iránt érdeklődünk, akkor eredetünket, gyökerünket, rokonainkat keresünk. Családtörténeti kutatásaink során annak érdekében munkálkodunk, hogy megtudjuk, honnan, merről érkeztünk, és közben elfeledett őseinkhez próbálunk meg különböző neveket, dátumokat, arcokat hozzárendelni, egy-egy ág, egy-egy levél a családfán. Az itt jelenlévők közül sokan megerősíthetik, hogy a családfa kutatás azonban nem csak felkészültséget, nagy kitartást igénylő elfoglaltság, de lelkiekben sem könnyű feladat, hiszen minden egyes kikutatott ősünk élettörténetével visszahat ránk önnön családunknak a múltja, a rájuk ható történelmi korszakoknak a súlya, és kénytelenek vagyunk közvetlenül is megtapasztalni, hogy az őseink egytől egyig benne vannak identitásunkban, és történetükben nem más, mint a történelmi korszakok változásainak kitett személyes múlt kell életre. A levéltáros szakma pedig megerősítheti, a rendszerváltozás óta reneszánszát éli a családkutatás, mind amatőr, mind professzionális értelemben, és egyre többen érzik úgy fontos, hogy tudják, honnan származnak, kik voltak a felmenők. Mindez persze jelentős feladatokat ró a közgyűjteményekre, elsősorban a levéltárakra, de azt tapasztalhatjuk, hogy az amatőr családkutatók mind népesebb tábora ma már egy jelentős társadalmi igény képviselője, és ennek kíván majd hangot adni. Hiszen éppen az olyan önszerveződéseknek, civil kezdeményezéseknek, mint a Mezőtúri Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület munkája és aktivitása igazolják azt, hogy a családkutatás nem pusztán egy hobbi vagy egy szakma, esetleg egy nagy kitartást, odafigyelést igénylő elfoglaltság, hanem közösségteremtés és közösségformálás is egyben. Elgondolkodva azon, hogy a szocializmus évtizedeiben miért nem volt ilyen népszerű a családkutatás, és miért érdekelte kevésbé az embereket a közösségek, a családok múltja, rájöhetünk arra, hogy a személyes múlt feltárása iránti szándék és igény milyen mély és egyéb összefüggésekkel is rendelkezik a társadalom, a közösségek szövetében, az állam és az egyén viszonyában. Nem feledhetjük, a korlátokat negyed századdal ezelőtt még a források hiánya és a levéltárak elzártsága is növelte. Másrészt viszont maga a rendszer és annak szemléletmódja volt a legnagyobb akadály a II. Világháború utáni nagy társadalom átalakítás korszakában, amikor korábbi társadalmi rétegeket, eliteket számoltak fel,
és amikor az egyén a személy eltűnt a nagy szocialista közösségi masszában, egyszerre értéktelenné vált az ember, a közösség és a család, és így annak múltja is lényegtelenebbé vált. Pedig aki nem ismeri, hogy honnan jött, nehezebben tudja azt is meghatározni, hogy merre szeretne majd tovább tartani. A társadalom legősibb és legalapvetőbb szervezeti egysége a család. Történelmi korszakok viharait képes túlélni, és újból és újból életképességéről tanúbizonyságot adni. És bár jelenkorunkban sem könnyű a családot összetartani, és az egyik legnagyobb kihívás, azt gondolom, az ember számára a családban való együttélés, ahol az egyénnek a közösség érdekében háttérbe kell húzódnia, léptennyomon úgy érezzük, kötelezettségünk, elhivatásunk van ezzel a közösséggel szemben. Ezért is törekednek arra mind többen, hogy erősítve a kötelékeket elkészítsék saját családjuknak a családfáját. Mindez pedig az összetartozás tudatást erősítő közösségépítés is egyben, mind a család irányában, mind pedig a család kutató közössége irányában. Ékes bizonyítéka annak, hogy a hasonló szabadidős elfoglaltságot kereső, szenvedélyes családkutatók milyen erős és jól működő közösséget képesek életre hívni a mezőtúri családkutatóklub. És mi kell mindehhez? Kellenek először is lelkes emberek, kellenek felelős szervezők, kell hozzá szakmai támogatás. És kitartó munkával valóban megszületnek olyan helyi, sőt országosan is egyedülálló eredmények, amelyek a civil kezdeményezés, az öngondoskodás, a hasznos időtöltés, a szellemi teljesítmény viadalát hozzák. Büszke lehet az a település mind polgáraira, mind pedig múzeumára, amely képes ehhez a kiállításhoz hasonló eredményt életre hívni. És hogy mindenben milyen szerepe lehet a helyi és országos közgyűjteményeknek? Helyben kiváló példa erre a Mezőtúri Múzeum, hiszen felismerve, hogy a családtörténeti kutatásoknak nagyon is konkrét, kézzelfogható település és helytörténeti eredményei is lehetnek, gondolhatunk itt a kulturális antropológiától a település történeten át a helytörténeti gyűjtemény bővítéséig, segítette a kiállítás létrejöttét. Megyei szinten jó példa a Megyeszékhely Kulturális Központja, ahol nem is olyan sokára ősszel országos családtörténeti konferencián emelkedhet majd magasabb szintre az e szakmai területtel kapcsolatos tudásuk. És természetesen ott vannak-e folyamatok mögött a levéltárak és a levéltárosok, akik folyamatos és megbízható szakmai hátteret biztosítanak a családtörténeti kutatások számára. Jelen esetünkben ezek együttes hatása eredményezett olyan országosan is kiemelkedő eredményeket, mint a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület év kutatóhelye díja, amelyet az előző évben a Magyar Nemzeti Levéltár Jászlanikon Szolnok megyei levéltára nyert el. És ott van a háttérben a Magyar Nemzeti Levéltár rendszere is, mint Magyarország legnagyobb közgyűjteménye, ahol a családkutatók számára persze nem feltétlen előnyös jogszabályváltozásokat figyelembe véve, de a családtörténeti kutatások számára minden segítséget megadva próbáljuk meg növelni a családkutatók szempontjából oly nagy jelentőséggel bíró digitalizált adatállományokat a távoli hozzáférés biztosításával. A kiállítás anyagát látva biztosak lehetünk abban, hogy akik ezt készítették, azt szívvel lélekkel tették, hiszen évek kutató munkájának az eredményeit, módszereit, és olykor családjuk féltveőrzött emlékeit, titkait bocsátják a nagy közönség elé. Becsüljük meg ezeket az eredményeket. A kiállítás szakmailag jól felépített koncepciója közgyűjteményi szempontból is megalapozott, így úgy gondolom biztosított a siker és a tovább gondolkodás lehetősége. Bízom abban, hogy mind a mezőtúriakra, mind pedig a más településekről érkezőkre is inspirálóan hat majd ez a tárlat. Sok érdekességet, újdonságot találnak az anyagban, és mind többen éreznek majd késztetést a jövőben a családtörténet kutatása iránt. Köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönöm dr. Fülöp Tamásnak, és akkor most a helyi erők következnek, illetve azokat konkrétan ennek a kiállításnak a létrehozásában közreműködtek. Ugye itt már elhangzott többször, hogy itt elsősorban a Vadóvinkodor eltörténeti egyesület tagságáról van szó, és először tiszteletben felkérném Ari Ronát, aki mindennek a egyesületnek tagja, azonban is a családkutató résznek az egyik oszlopos tagja, hogy néhány gondolatát hozzon. Köszönöm. Nagy öröm számomra, hogy ennyien eljöttek, ennyien kíváncsiak a mi munkánkra.
tulajdonképpen szerettünk volna bemutatni, hogy évek sorsa során mit is csináltunk mi. Hát ennek egy töredéke került azért föl a falakra, mert majd a következő lépés, amikor a családoknak a, nem csak a családfáját készítjük el, meg nem csak a fényképeket gyűjtjük össze, hanem megírjuk a család történetét is, az is még egy nagyon nagy. Sok szeretettel üdvözlöm a megjelent kedves vendégeket. Nagy öröm számunkra, hogy ilyen magas helyről kapunk támogatást, erkölcsi támogatást mindig. Még amikor dr. Fülöp Tamás a Magyar Igazgatója volt, akkor is nekünk örök élmény a családkutatóknak, amikor először mentünk a levéltárba. Ugye nagyon sok családkutató olyan félelmetes dolognak tartotta a levéltárat, és nagyon kedvesen fogadtak, hát azóta szinte hazajárunk a szolnoki levéltárba, és talán kicsit túlzás nélkül lehet mondani, hogy barátainkká váltak a levéltárosok. Kiderült, hogy nem csak ők tudnak nekünk segíteni, hanem néha mi is tudunk segíteni. Ez a helyzet a helytörténettel is, hogy nem csak így kutatjuk a családunkat és adatokat bányászunk, hanem bizony a kezünkbe tartjuk Mezőkút történetének egy darabját is, és ebből is most átadunk a nagy közönségnek egy szeretettel egy darabot. Amikor valaki neki kezd egy családkutatásnak, úgy gondolja, hogy az eleje az nagyon kedves, kellemes, elmegy, megkeresi a rokonokat, összeszedik fényképeket, elbeszélget a nagynénivel, beazonosítják a fényképen, esetleg évszámokat is tud valaki mondani, és akkor kezd úgy valami kialakulni. Hát ezután kezdődik aztán a munkajava, hogy ebből az összeszedett adatokból hát valami családfát, legalább egy családfát készíteni. Nem akarok senkit elriasztani. Itt az előbb emlegettük itt, hogy ez a családkutatás ez olyan, mint a fertőző betegség. Csak nem lehet belőle kigyógyulni. De hát miért is, hogyha ez egy akkora munka, meg olyan nehéz, meg minden, miért? Belehalni se. Így. Belehalni se. Legalábbis még a családkutatásban senki nem hal bele. Mert hogy közben rengeteg élmény ér minket, rengeteget kapunk ettől. Tanulunk, érzelmeket kapunk. Felfedezünk családtagokat nagy örömmel. Kiderül, hogy a másodunokatestvérünk Túrkevén szintén mutatja a családot, és nagy örömmel ott tartjuk azóta is a kapcsolatot, itt is van a munkája, vannak egy része. Szóval ez egy nagyszerű dolog, közben tanulunk a történelemből, a helytörténetből, nagyon sok összefüggésre rájövünk, tehát ez egy nagyon-nagyon élvezetes munka. Tehát ebből adunk, próbálunk most átadni egy csoportra valót, nem egyformák, de ez a jó. Hogy megmutatkozik az egyes embernek a kreativitása, és én borzasztóan örülök, hogy itt a legegyszerűbb kis ősfától kezdve, ugye fantasztikus dolgok, itt nem is tudom, hol a csúcs, melyik a csúcs, hogy mi minden van. Én azt javaslom, hogyha most ez nem igazán alkalmas a megnyitó arra, hogy részletesen böngészszék. Én azt javaslom, hogy aki teheti, majd egy nyugodalmasabb, csendesebb, de próbáljon meg egy kicsit elmélyülni a dolgokban, biztos talál ismerősökre, esetleg rokonságra is. Van egy olvasósarok, ahol még olyan dolgok, amik ugye egy falra nem kerülnek ki, mert olyan leírások, amik meg olyan dokumentumok, amik nem kerültek ki a falra, nézegessék meg azt is. Lehet helytörténeti füzetből vásárolni, családkutató füzetet vásárolni, már módszertani füzetet vásárolni. Én javaslom, hogy mondom, aki teheti, mélyüljön el, és hogyha úgy találja, hogy valami kapcsolódása van, vagy éppen kijavítani valója van, mert ő másképpen tudja, van ott a bejáratnál egy füzet, nagyon megkérjük, hogy írja meg.
a kiállított családfák, adatok, stb. Ezek nyilvánosak. Mi a mai élőknek nem írtuk be az adatait, csak a nevét. Lehet fényképezni, senki nem mutatkozik, viszont arra kérünk mindenkit, hogy ha felhasználja az így megszerzett adatot, az beszélje meg a valaki, aki készítette a családfát. Különben is érdemes kapcsolatokat teremteni. Hát nagyon nagy köszönet a Túlipazdakas Múzeum igazgatójának, Pusztai Zsoltnak, már az ötlet, hogy legyen egy család történeti kiállítás, ez is tőle származik. Én megvallom őszintén, hogy először nem is nagyon tudtam, hogy lehet ebből, ami ott nekünk otthon van, ebből egy kiállítást tenni. Aztán ő menet közben is úgy mondott egy pár jó ötletet, és akkor így lett egy ilyen kiállítás, ami most nagyon sok munkánk van benne, és az ugye szokták mondani, hogy mindenki a saját lovát dicséri, de hát szerintem fantasztikus, és számomra az fantasztikus, hogy mennyire kreatív, ami megtalálható. Tehát tényleg széles skálán, színes, érdekes. Köszönet, akik sok időt, éveket áldoztak ezért, köszönet nekik. És hát nem utolsó sorban a Bodogi Fodor Helytörténeti Egyesületnek is köszönet, aki befogadott minket első szóra, és hát azóta is a szárnyaik alatt. És az a nagy szerencs, hogy nem kell nekünk bajmolódni semmiféle egyesületi törvénnyel, meg semmivel, hanem csinálhatjuk a dolgunkat. Köszönöm szépen. Hát azt hiszem, hogy mindenkinek megköszöntem. Köszönöm. Köszönöm szépen a Lizonának, és akkor még egy személy, aki már meg lett szólítva, Szabó András, a Bodogi Fodor Helytörténeti Egyesület elnök, aki ugyancsak egy pár mondatot elmondott meg. Köszönöm a lehetőséget. Hát én nem akarom már tovább bonyolítani a dolgot, mint az egyesület elnöke és az egyesület tagsága nevébe. Nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Valóban nagyon szép és jó volt az ötlet és a gondolat, hogy legyen ilyen, de ami még nagyszerű, hogy ezt ilyen tartalommal és ilyen formában ezt így sikerült megvalósítani, és ehhez mindenképpen köszönet Pusztai Zsolt igazgatónak és munkatársainak, hogy ezt ilyen formában elrendezték, és hát elsősorban Ari Ilonát szeretném még itt külön kiemelni, aki a családkutató tagozatnak nagyon lelkes szervezője, vezetője, aki azt a kis közösséget, aki köré csoportosodott és e területen hát elszántan, fáradtságot, időt nem kímélve folytatják ezt a tevékenységet, és ehhez csak gratulálok. Számos kiállításról mondtuk már azt, hogy ilyen még nem volt Mezőtúron. Hát ez a kiállítás is ebbe a kategóriába tartozik. Egyben szeretném fölhívni a jelenlévő és itt a televízió nyilvánosságot is felhasználva tájékoztatásképpen elmondani, hogy az egyesületnek van egy helytörténeti kiadványa, a Lámpás című folyóirat, amely kizárólag Mezőtúrváros történetével, helytörténetével és azzal kapcsolatos forrásokkal foglalkozik, azok jelennek meg negyed évente. Ez megvásárolható itt a mai nap is, illetve a kiállítás ideje alatt folyamatosan. Én mindenkinek nagyon kellemes böngészést és nézelődést kívánok. Köszönöm szépen! Szépen köszönöm Szabó Andrásnak is, és akkor én mondok még néhány mondatot a múzeum részéről, és aztán utána mindenki ráveteti magát a családfákra és nézelődhet. Annyit szeretnék ilyen technikai információt elmondani, hogy bizonyára akik már egy pár percig töltöttek,
azt gondolom, hogy maga az elve a kiállítás felépítésének nem túlzottan bonyolult. Tehát van egy látványos része, ami elsősorban a falakra, illetve a tálókba került rá, illetve került ki, és van az olvasósabb része, amiket értelemszerűen egy ilyen kerül nem tudtunk elhelyezni. Tehát ott láthatják, hogy ahol meg van jelölve az, hogy az olvasósarokban, ami ott a bejáratnál található és nyugodtan le lehet ülni, illetve a kollégáimtól ki lehet kérni a könyveket, ott pedig ahol a családfához tartozó különböző írások vannak, akkor azokat lehet elkérni és el lehet olvasni, illetve jó néhány az általánosságban a családkutatásról, illetve a családfakutatásról szóló könyvek, illetve a megyei kiadványoknak az éppen oda tartozó fejezeteit lehet elolvasni, úgyhogy ezeket szíves figyelmükbe ajánlom. Itt az installációról csak annyit szeretnék elmondani, hogy ugye gyakorlatilag két kiállításra kellett készülnünk, az egyik az ez a kiállítás, illetve szeptember végétől pedig, ahogy itt elhangzott, Szolnokon is a kiállításnak legalábbis egy váza be fog mutatkozni, úgyhogy itt mindig előre arra is kellett gondolnunk, hogy mi az, amit majd ott csak gyakorlatilag csak falak lesznek, ahova kiállításanyagot rakni tudunk, úgyhogy ezen gondolkozni kellett. A másik pedig, ami szem előtt tartott, amikor megterveztük és megépítettük a kiállítást, hogy van egy általános rész, amit megpróbáltunk egy kicsit uniformizálni, tehát nyomdai úton előállítani, főleg ott a bevezető részekben, és volt a másik része, ami pedig mindenkinek a saját egyéni kreatív munkáját szeretné bemutatni, tehát mi nem nagyon akartunk belenyúlni, ahol valami kézzel volt írva, azt nem gépeltük be, ahol valaki maga rendezett el egy fotós tablót, ott nem nyúltunk abba bele, mert hogy ez egy kicsit így a vizuális antropológia felé köcsögve az egész kiállítás, hogy legyen valami, még valami tudományos szaga is a dolognak, tehát hogy ez még valamit elmond, azt gondolom, hogy a mai emberről, annak ellenére, hogy jó részt ezek a kiállítások elsősorban a múltról szólnak, úgyhogy ennek pedig ez volt az oka. Még egyetlen dolog, ami már egyszer elhangzott, de még egyszer szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egy-egy ilyen megnyitó, illetve a kiállítás nyitvatartása nagyon jó lesz nekünk arra, illetve a családkutatással foglalkozóknak, hogy újabb adatokat szerezzenek, úgyhogy ott van az asztalon az a pici füzet, ha bármi megjegyzésük, ötletük, kritikájuk, vagy olyan adatok van, amit ehhez a kiállításhoz hozzá tudnának fűzni, illetve hogyha felfedezik, hogy Miska bácsi az rokonom, és csak ennyit tudnak róla, akkor egész nyugodtan írják le egy mondatban, hogy XY Miska bácsi rokonom, és kérjük, hogy egy elérhetőséget is adjanak hozzá, hiszen aki ezzel a résszel vagy családdal foglalkozik, az úgy tud igazán profitálni ebből a dologból, hogy később nem tudja keresni azt a szemét, aki esetleg felfedezte ezt a dolgot. Egyébként még egyetlen köszönet azokon kívül, akiknek már személyesen is megköszöntem, tehát akik ezeket a tablókat, életfákat, családfákat összeállították, mi a Városi Televíziónak, aki pedig a filmet készítette el, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az ő munkájukat is, és innentől kezdve pedig azt kívánom, hogy jó nézőlődést. Ott készültünk, illetve készültek a családkutatók mindenféle finomsággal, úgyhogy érezzék róla magukat, beszélgessenek, csináljanak újabb családfákat is. És remélem, hogy ez a délután ez egy hasznos is maradandó dolog lesz. Szeptember 13-ig van nyitva a kiállításunk, és kérem, hogy még hívjék. Köszönöm szépen a figyelmet! Különleges kiállítás nyílt meg a mai napon a Túri Fazekas Múzeumban. Hogyan lehetne bemutatni ezt a kiállítást, miről szól tulajdonképpen? 6 éve működik itt Mezőtúron egy családfakutató kör. Egészen pontosan a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesületnek egy szekciója, fogalmazunk így. Ez azt jelenti, hogy kb. 10-12 ember folyamatosan, havi rendszerességgel összejár. Amikor kutatásról van szó, akkor elmennek közösen kutatni, és tavaly merült fel az ötlet, hogy azokból az eredményekből, amik ennek a körnek az eredményei voltak, egy kiállítást lehetne szervezni, és hát végül is a kiállításnak a címe az lett, hogy Hejtedi Ziglen, és az alcíme pedig az, hogy Családfakutatás napjainkban.
mert hogy ez egy jelen kutatás annak ellenére, hogy a múltat kutatják, és hát egy magát a kutatásnak a lényegét bemutató kiállítás, amellett, hogy természetesen a falakon, illetve a tálókban egy jól megnézhető, vizuálisan is megjelenített kutatási eredményt nézhetnek meg a látogatók. Nagyon sok írásos anyag van, nagyon sok a fényképanyag, illetve kész komplett életfák, illetve családfák is megjelennek a kiállításban. A kiállítás megnyitón elhangzott, hogy ez a kiállítás Szolnokon is bemutatásra kerül majd. Így van. Szeptember végén Szolnokat helyett a Családfa Kutatók Országos Konferenciájának, és a szolnoki Abanovák Kulturális Központban egy teremben lesz majd ez a kiállítás, illetve úgy mondanám, hogy ennek a kiállításnak egy váza, vagy egy lényegi része bemutatva, úgyhogy amikor a kiállítást építettük, akkor erre is figyelnünk kellett, hogy mik azok, amik majd a szolnoki kiállításra is elkerülnek. Akinek felkelthettük az érdeklődését, meddig tekintheti meg itt Mezőtúron a kiállítást? Szeptember 13-ig van nyitva a kiállítás, és most még szeptember folyamán is a múzeum hétfő kivételével minden nap nyitva van, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és kérjük, hogy vigyék hírét a kiállításunknak. A Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület szervezésében a Túri Fazekas Múzeumban 7. Ízéglen Családfakutatás napjainkban címmel nyílt kiállítás, és ön nyitotta meg ezt a kiállítást. Mennyire népszerű ön szerint a Családfakutatás napjainkban? A Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltáraiban a családkutatás úgy tűnik, hogy reneszánszát éli. Egyre több kutató fordul a levéltárakhoz azzal a céllal, hogy feltárja, felkutassa a családjának múltját, történetét. Ebben a levéltárak egyrészt szakmai segítséget tudnak nyújtani, másrészt pedig a rendelkezésre álló forrásokkal tudják segíteni a kutatók munkáját. Az elmúlt időszakban nagyon komoly digitalizálási munkálatok zajlottak, és ez folyamatban van ma is a Nemzeti Levéltár tagintézményeiben. Tehát ezek a források, ezek a levéltári anyagok egyre nagyobb számban most már elektronikus úton is elérhetőek, ami a kutatás jelentősen megkönnyíti, hiszen távoli hozzáférést, egy tértől, időtől függetlenebb kutatás lehetőségét biztosítja. Önt kérték fel a kiállítás megnyitására, milyen kapcsolatban van a szolnoki levéltárral, illetve a mezőtúri családfakutatókkal? Nagyon szívesen teszek eleget minden ilyen felkérésnek, hiszen azt gondolom, hogy ezzel tudjuk segíteni ezeket a civil kezdeményezéseket, és a közgyűjtemények kapcsolatát is tudjuk ápolni. Múzeumok, levéltárak hasonló módon gondolkodnak, és ez a közös gondolkodás úgy gondolom számomra is fontos. A Magyar Nemzeti Levéltár pedig Magyarország legnagyobb közgyűjteménye, egy országos hálózattal rendelkezik, tehát úgy gondolom, hogy fontos hivatásunk, feladatunk mindezen a részvétel. Személyesen pedig magam is kötődöm ehhez a térséghez, korábban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár igazgatója voltam, és innen kerültem fel a Nemzeti Levéltár vezetésébe. A Családfakutatás kapja a főszerepet ezen a kiállításon, amely a mai napon nyílt meg a Túri Fazekas Múzeumban, és szeptember közepéig látogatható. Hogyan tudná nekünk bemutatni a kiállítás anyagát, mit láthatunk itt tulajdonképpen? A kiállításnak tulajdonképpen két fő része van. Az egyik az, amit a Bodoki Fodor Helytörténeti Egyesület családkutató tagozatának tagjai készítettek, ezek teljesen amatőr munkák, éppen ettől nagyon színes, nagyon érdekes, nagyon látványos szerintem, és ezen kívül készítettünk egy felhívást, hogy akinek van ilyen, tehát ilyen lappangó családfákat is hoztak be, és szép számmal került is elő, hogy mások is foglalkoznak, nem csak mi családkutatással. Ezen kívül pedig a városhoz kapcsolódó nevezetesebb személyiségek, családok is feldolgoztuk, ezt már úgy általában közösen mi a családkutatók. Ez a két fő része van a kiállításnak, ilyen a Badár családnak a tablója például, vagy a Dörgő család. Kiderült, hogy Erkel családhoz is kapcsolódik, Mezőtúri Erkel Sára, Erkel Ferencnek a dédunokája volt, ő Mezőtúron tanított, és itt ment hozzá dr. Szönyű Zoltán ügyvédhez. Ő is egy mezőtúri család volt. És ezen kívül ahogy a megnyitóban is elhangzott, van egy olyan része, ami ugye nem helyezhető fel falra, nem tehető vitrínbe, úgy nem lehet megnézni. Van egy olvasósarok, ahol
ahol viszont ilyen leírt munkák láthatók. Egy mezőtúri csoport rendszeresen kutat, családfakutatást végez. Mióta végzik ezt a kutatást? Hát 6 éve most már. Rendszeresen minden hónap nyári szünetet kivéve, bár most az idén éppen a kiállítás miatt nem volt nyári szünetünk, minden hónapban összejövünk egyszer. Eleinte még kicsit gyakrabban is, mert akkor többet kellett, hogy segítsünk egymásnak, és 6 éve végezzük ezt a munkát, és hát az eredményeink egy része itt látható. Hányan végzik ezt a munkát? Erre mindig olyan nehezen válaszolok, mert ez nem egy ilyen lezárt csapat. Hát úgy mondjuk egy 12 körülbelül a törzs tag, aztán időnként jönnek hozzánk, időnként van, akinek más dolga van, elmarad egy kicsit, aztán megint jön, szóval ez egy ilyen laza szerveződés, nem ez a lényeg, hogy mi itt olyan szorosan, viszont nagyon összetartó társaság, ez mutatja a büfét, azt mi saját magunk állítottuk össze, méghozzá valami olyasmi címszóra gondoltunk, hogy nagyanyáink receptjéből, úgyhogy ilyen régebbi, például a lekváros papucsot készített itt az egyik tagunk, tehát ez is mutatja egy nagyon jó kis közösség.